Jóvá hagyta kedden az Európai Bizottság az országos helyreállítási terv módosítását. Ez óriási sikert jelent a román társadalom és gazdaság számára, jelentette ki Márcsöl Csoláku miniszterelnök. Románia helyreállítási tervének újratárgyalása már hónapokkal ezelőtt megkezdődött, hiszen ebben a jelenlegi koalíció álláspontja szerint rendkívül előnytelen vállalások is szerepeltek. Az egyik legvitatottabb pontot a nyugdíjkiadásokat a GDP 9,4%-ára korlátozó előírás képezte. Azt követően, hogy kedden az Európai Bizottság jóváhagyta az országos helyreállítási terv módosítását, a miniszterelnök úgy fogalmazott, az ország végre megszabadul attól a Mentsétek meg Romániát szövetség okozta rémálomtól, hogy a nyugdíjpont értéke 2070-ig nem növekedhet. Sikerült kivenni a helyreállítási tervből azt az előírást, miszerint 2070-ig a nagyszüleink és szüleink nyugdíjára legfeljebb a bruttó össztermék 9,4%-át költhetjük. Nem akarom most részletezni, hogy kitett egy ilyen rettenetes vállalást, de az biztos, hogy heteken, hónapokon át zajlottak a tárgyalások a miniszterekkel, a technikai csapatokkal, a bizottság képviselőivel, hogy ki tudjuk venni ezt a 9,4%-os előírást. Csoláku azt is közölte, hogy a parlamentben elfogadott nyugdíjtörvényt hosszú távon fenntarthatónak minősítették a Világbank és az Európai Bizottság szakértői. Úgy vélte, a jogszabály felszámolja a nyugdíjrendszerben jelenleg tapasztalható méltánytalanságokat.